Jótékonysági segélycsomagszállítmány érkezett pénteken Óbecsére a szociálisan rászoruló családok részére. Mariana Csálovics, a Vöröskereszt óbecsei szervezetének titkára elmondta, hogy ez az egyik legnagyobb humanitárius segély, amelyet a Vöröskereszt eddig kapott. Nevezetesen 300 csomagról van szó, amelyek 10 kiló lisztet, higiéniai szereket és élelmiszert tartalmaznak. Eddig átlagosan körülbelül 140 csomag érkezett. Ezzel a mennyiséggel pedig könnyebb lesz az elosztás, és sokkal több rászorulót kapcsolhatnak be a csomagosztásba. Ezeket a segélycsomagokat a szürke zónába tartozó családok kapják, akik nem kaphatnak segélyt a Szociális Védelmi Központtól, mert esetleg ház vagy egy kevés föld van a tulajdonukban. De ebből egyáltalán nem tudnak megélni. Továbbá a rokkantak, illetve azok a családok, akiknek fogyatékkal élő vagy beteg gyermekük van, és mindazok, akik esetében a helyi közösségek titkárai úgy ítélik meg, hogy szükségük van a segélycsomagra. Óbecsén három helyi közösség 50-50 csomagot kap, a Péterévei és a Bácsföldvári helyi közösségek 40-40, Milesevón 30, és 20-20 csomag érkezik Csikéria pusztára és Pecesorra. A helyi közösségek titkárai pénteken vették át az adományt, az osztás pedig hétfőn kezdődik. Ami az óbecseieket illeti, a csomagosztás ma 8 és 14 óra között zajlott. Mindenkit értesítettünk, aki jogosult volt a segélycsomagra. Az Óbecsei Vöröskeresztből és a helyi közösségek titkáraitól is kaptak értesítést, úgyhogy személyi igazolvánnyal eljöhettek felvenni a csomagot. Egyébként ezeket a jótékonysági segélycsomagokat a Vöröskereszt Óbecsei Szervezete a Vajdasági Vöröskereszttel és a Vajdaság árutartalékaival együttműködve biztosította.